igyekezett. Hangokkal, ritmussal. Kánonban szavaltak a diákok Budapest egyik terén, a csöpögő esőben, de az esernyő nem csak az eső elől védte őket. Ilyen szimbólumot jelentett ez az egész, hogy így egy egységet, hogy próbáljuk meg minél többen tenni azért, hogy szebben beszélnek az emberek és a gyerekek a mai világban. Hangot adok című verset mondták el, ami kifejezetten erre az alkalomra, a villámcsődületre készült. A 16-18 éves fiatalok szerint nem mindenki figyel oda a szép beszédre. Ez a slang, ez egyre jobban bejön, de... Meg a káromkodás, ugye? Igen, sokat kell olvasni, nagyon. Azt mondják, akkor fejlődik a szókincs, ha sokat olvas valaki. A villámcsődületet is ezért szervezték, hogy felhívják a figyelmet a nyelv választékos színes használatára. Felhívni a figyelmet mindenféleképpen fel kell. Nekünk a Beszédjavító Intézetben az a tapasztalatunk, hogy sajnos, hogy a gyermekek egyre szegényesebb szókincsen használnak, egyre szűkül a tulajdonképpen a szókincsük, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez nem maradjon így. Ezért is keresik a legszínesebb magyar szót. Marci 7 éves, hetente jár a beszédfejlesztő intézetbe, ő is kirakta a saját színes szavát, a karácsonyt ezen az üzenőfalon. Ez egy üzenőfal, tulajdonképpen egy köztéri üzenőfal, ami azt mutatja be, hogy mennyire játékos az ember, aki itt napközben sétál, megáll-e, használja-e bármire. A színes város csoport még 2010-ben tette ki az Erzsébet térre, azóta lehet rajta játszani. Most ők hirdették meg a pályázatot. Lehet pispang, lehet halolaj, lehet bármilyen kifejezés, amit mi színes kifejezésnek tartunk. Ugye a magyar nyelv nagyon színes, és nagyon sok olyan ízes szót is használunk, amit egyébként olyan gyakran nem, de mégis nagyon szeretjük. Tehát bármilyen szóval lehet pályázni, a pályázat lényege annyi, hogy le kell fotózni ezt a szót, és el kell küldeni az interneten. 2 hétig lehet a fotókat beküldeni, 1 hónap múlva lesz meg 2012 legszínesebb szava.